2022-es évi szexuális költségvetésben közel 2 milliárd forinttal szerepelnek a helyi adók. Melynek befizetési kötelezettségének első időpontja közeleg, hiszen a dátum március 16-a, amikor az első félévi adót, illetve az előlegeket kell lerúni. Kovács Lászlóné, a szekszárdi polgármesteri hivatal adóosztályának vezetője azt mondja, elégedettek lehetnek a város adómoráljával. Az adózóknak a körülbelül 85%-a határidőre teljesíti a fizetési kötelezettségét. A fennmaradó kis hányad fizetési könnyítési kérelmet nyújt be, illetve van egy kis réteg, amely esetében végrehajtási eljárásokat kell lefolytatnunk. Alapvetően nincs változás az adózási rendben, az adófizetést ugyanúgy, mint eddig, két részletben kell teljesíteni. A tavaszi dátumot követően a következő részlet szeptember 15-én lesz hatályos. Az ukrán háború hatására egyetlen változás állt be. Napokban jelent meg a kormányrendelet, amely idegenforgalmi adó esetében tartalmaz változást, kimondottan az ukrán állampolgárságú menekültekre, illetve menekült státuszú polgárokra vonatkozik. Nekik a szálláshely igénybevétele esetén nem kell idegenforgalmi adót fizetniük, tehát a szálláshely üzemeltetőjének nem kell beszedni az adót, bevallani, illetve befizetni sem. Az adó megfizetés terhe Szekszárdon a magánszemélyekre és a vállalkozásokra egyaránt vonatkozik. Építményadót, telekadót, illetve a vállalkozások iparűzési adóját kell megfizetni.